hölgytől hallani, hogy nem szívesen megy mammográfiára, szívesebben menne emlőultrahangra. Vélemény ezzel a következő. Ebben az életszakaszban a két vizsgálatot a radiológusok, tehát a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, csak a két vizsgálat együttes elemzések alapján fogadják el korrekt vizsgálatnak. Aki ettől óckodik, ma már számtalan lehetőség létezik. Van lézer-CT mammográfia, amely ugye kevésbé járhat esetleg a tendő összenyomásával. A röntgen vizsgálatnak egy mammográfia esetében annyira minimális sugárterhelése van, hogy emiatt kár óckodni tőle. Itt megint a kár és a haszon egybevetésével kell mérlegelni, hogy 2-3 perces kellemetlenséggel mit tudok szűrni, mit tudok megelőzni, és az ultrahangos, az emlő ultrahangos vizsgálat főleg abban az időszakban, hogyha nem a ciklus megfelelő idejében végezzük, nagyon sok mindenbe tévútra vezethet, áll negatív vagy áll pozitív leleteket hozhat. Hangsúlyozandó, hogy akiknek főleg esetlenesebb implantátumok van, de aki óckodik ettől, lehetőség van lézer-CT vizsgálatra is többek között ma már.